Köszöntöm a vonal másik oldalán nagy tisztelettel Balogh Zoltánt, a Magyarországi Református Egyház, de Dunamelléki Egyház kerületének püspökét. Áldás, békességet, hall-e bennünket, jó napot kívánok! Istennek dicsőség, igen, hallom, és örülök, hogy kapcsolatba tudunk így is kerülni. Püspök úr, nap mint nap jelen vannak a Kárpát-medencei református egyházkerületeknek a vezetői lélekben, elhangzó szóban, jó tanácsban, erősítő gondolatban Isten igényén keresztül itt a Pulzus FM-nek az éterén. Nagy-nagy hála és köszönet, hogy ez a sorozat létrejöhet, és gyakorlatilag ilyen módon is az összetartozást, az egymásért való imádkozást és az egymásra való folyamatos gondolásnak az érzését érezhetik itt az éteren keresztül az interneten online hallgatók. Így van, nekem is nagyon sok időmet, energiámat, gondolatomat tölti ki az, hogy mi van most Kárpátalján, és hangsúlyozottan nem csak egyszerűen a határnak a magyarországi oldalán, hanem a másik oldalán is. Éppen ezért jártunk ott a múlt héten, pénteken, három püspöktársammal, mind a négy magyarországi református püspök, és megtisztelő volt, hogy elkísért bennünket a Magyar Református Szeretetszolgálat jó szolgálati nagykövete, aki köztársasági elnök jelöltje Magyarországon, csütörtökön fogják megválasztani, Novák Katalin, mert így együtt tudtuk kifejezni azt, hogy mit jelent számunkra Kárpátalja, mit jelent a kárpátaljai magyarság, ezen belül a reformátusság, és nagyon megindító, megható volt és megtisztelő, hogy a lelkipásztorok nagy többsége eljött a beregszászi templomba, úgyhogy biztos nem egyszerű otthon hagyni most azokat a dolgokat, meg embereket, akikre vigyázni kell, tehát na nem olyan kockázatmentes elindulni, és mégis ott voltunk együtt, együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk, mind a négy püspök igei üzenetet mondott, sőt mondhatom, hogy Novák Katalin is igei üzenetet mondott, és ő mondta talán a legmegrendítőbb imádságot ott a végén mindannyiunkért, a családjainkért, a magyarokért, minden szenvedő menekülő emberért, úgyhogy számunkra Kárpátalja, vagy nekünk Kárpátalja, hogy mondjam így, talán most még közelebb van, mint nem talán, hanem egészen biztosan közelebb van, mint azokban a hétköznapokban, ahol mindenki csinálja maga dolgát a maga helyén, aztán néha találkozunk, együtt ünnepünk, most minden gondolatunkat és imádságunkat kitölti azoknak a testvéreknek a sorsa, az élete, akikkel összetartozunk. És akkor gyakorlatilag egy háborús életet kell hirtelen elsajátítani a kárpátaljai reformátusságnak, amelyben szerencsére Isten a kegyelméből eddig nem volt lehetőségünk rutint szerezni. Lelki vezetőként hogyan kell tanácsként, hogyan kell ezeket az érzéseket feldolgoznunk, Isten akaratát, bizalmát keresnünk ezen a rögös úton meglátása szerint? Itt először a Biblia első feléből, az Ószövetségből tanulhatunk a panasz zsoltárokból, hogy a Istennek a gyermekei, Isten népe sohasem folytja magába a keserűséget, a félelmet, a nyomorúságot, hanem mondja. Mondja, és kinek mondaná másnak, hanem a teremtő és szabadító Istennek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy nem illik, ne gondoljuk azt, hogy jaj, de nagy szégyen, hogy félünk, ne gondoljuk azt, hogy jaj, de méltatlan egy keresztény emberhez, hogy aggódunk, igenis félünk, aggódunk, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, meg azt se, hogy mi lesz holnap után, és ilyenkor mit tud az ember más tenni, mint hogy imádkozik. És az imádságban elmondja mindezt, nem csak egyszerűen kér, hanem elmondja, kijönti a szívét, kijönti a panaszát Istennek a színe előtt. És ezt együtt tudjuk megtenni, ketten, hárman, tizen, 15-en, akárhányan a gyülekezet közösségbe, testvéri közösségbe, családba, annál nincs nagyobb ajándék, mert akkor egyesülünk a bajban is Istennek a színe előtt, és akkor reménykedhetünk abban, hogy a ő biztosása az együtt fog elérni bennünket, és együtt a hitben is erősebbek vagyunk, mintha csak egyedül küzdünk meg a nehézségekkel. Látjuk azt különböző híradásokból, hogy nagyon sokan mozdulnak meg, mindenki próbál valahogy a saját szintjén, a saját környezetében segíteni. Mit lehet elmondani a különböző református településekről, gyülekezetekről? Mennyire tudják kivenni a segítségből a részüket? Ez az ország nagy nyilvánossága, hát Európáról nem is beszélve, Európa nyilvánosság előtt egyáltalán nem világos, de mi pontosan tudjuk, hogy ilyenkor, akikre számítani lehet,
még a segélyszervezetek, az állam, a Vöröskereszt, a bármi előtt, azok maguk az emberek, az emberi közösségek, a gyülekezetek. Tehát akik elsőre megmozdulnak, azok nem a szervezett hivatalos hatóságok, hanem azok az emberek, akik tudják, hogy akik jönnek, azok nem jó szántukból jönnek, nem azért jönnek, mert nincs jobb ötletük, meg utazgatni akarnak egy kicsit, hanem menekülnek, és akkor mindegy, hogy ukrán, magyar, cigány, bármilyen nemzetiségű, akkor teát kell főzni, akkor kenyeret kell kenni, akkor meg kell nyitni az otthonokat, a tisztálkodási lehetőséget, az alvási lehetőséget, és nagyon, nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ott a tiszaháti, a beregi, a szabolcsi, a nyírségi gyülekezetek egy emberként mozdultak meg, és emberfeletti módon segítenek, és azonnal szállást adnak. Most már a Magyar Református Szeretetszolgálat mégiscsak koordinál persze, mert a második lépés az, hogy ott van a szeretetszolgálat, és természetesen együttműködve a lelkipásztorainkkal, presbitereinkkel, gyülekezeti tagjainkkal szervezi a segítségnyújtást. Most már 4000 körül van azoknak a száma, akiknek szállást biztosított, több mint 100 tonna élelmiszert halmozott föl, ebből 35 tonnát már átvitt Kárpátaljára, de hangsúlyozom, a számokon túl, meg a számok mögött emberek vannak, emberi szeretet van. Nem kormányrendelet van kizárólag, nem pénz van kizárólag, nem tartós élelmiszer van kizárólag, hanem olyan emberi szeretet van, ami bízom benne, hogy ki fog tartani, mert azért gondolom, hogy ezzel senkit nem lepek meg, ha azt mondom, hogy ez bizony hosszú menetelés lesz, ez nem fog holnap után véget érni. Püspök úr, talán az elmúlt időszakban, az országos kampányokban, országos médiákban, Ukrajna irányában nagyon sokszor fogalmazódott meg, hogy a magyar-ukrán barátság, ami éveken keresztül jól működött, akár a két ország között, akár az itt élő emberek között, akár mint szomszédos országok között egyfajta békés együttélés, egy közös gond, európai gondolkodás volt jellemző, de nagyon sok esetben azt jelzik ma akár a kárpátaljai menedéket adó pontokról a szervezők, hogy az itt élő ukrán emberek gyakorlatilag nagyon sokszor féltek attól, hogy hogyan fogják őket majd fogadni a hágó másik oldalán, a magyar településeken, és nagyon sok esetben a határól is kaptunk ilyen visszajelzéseket, hogy nagyon féltek attól, hogy majd a magyar közösség hogyan fogja őket, mint menekült befogadni, és óriási pálfordulást éreznek, amikor azt érzik, hogy a magyar települések itt is, és a határ másik oldalán, és a nénik sütik a süteményeket, a töltött káposztát folyamatosan készítik, és viszik a különböző határállomásokra, menekült pontokra, és gyakorlatilag teljesen idegeneknek, más nyelvű embereknek ajánlanak fel, akár Balatonon túl is, komplett családi házakat, lakásokat, hogy segítsék az Ukrajnában menekülteket. Egyfajta szeretetről szól ez a most kialakult helyzet, és hirtelen eltűntek a korábban súlykolt médiai eszközök, fogások, amelyek talán úgy érzem, hogy most teljesen más megvilágítást kapnak. Így van, ahogy mondja, és az, ami kialakult itt, a bizalmatlanság, a másikkal szembeni gyanakvás, hogy itt a magyarok szeparatisták lennének, vagy nem is tudom, még talán rosszabbakat is mondtak meg, hogy nekik kéne elmenni, és minden más ilyen idézett ebből a látogatásunkból, beregszászi látogatásunktól, Zán Fábián Sándor püspök úr is, azok most így szétporladnak, és segíteni is kell abban, hogy porladjanak szét, mert ez a gonosz politika, amelyik szembefordítja az embereket egymással, akik életükben még nem is találkoztak, és milyen jó, hogy ennek az ellenkezőjét tudjuk bebizonyítani, és mi keresztény emberként nem tehetünk más, mint hogy megbocsátunk, és a megelőző szeretettel, az első lépés megtéve igyekszünk az ellenkezőjét bizonyítani annak, amit terjesztettek rólunk, mert mi nem azok vagyunk, hanem ezek vagyunk, akik most mutatjuk azt a szeretetet, amit mi is kaptunk a mi teremtő és szabadító Istenünktől. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ez nem fog leállni, hát mai napig is vannak olyanok, sajnos még Magyarországon is, aki inkább abban jár, remélem, hogy csak naivitásból és nem gonosz szándékból abban aktívkodnak, hogy milyen feszültséget lehet kelteni ebben a helyzetben, pedig most az összefogásra van szükség ilyenkor. Amikor háború van, akkor nincs helye annak, hogy itten egymással mindenfajta ideológiai, meg politikai vitákat folytassunk. Én remélem, hogy ezt egyre többen megértik. Püspök úr, nagyon szépen köszönjük a gondolatokat az elhangzott percekben. Nagyon sok erőt és áldást kívánunk arra a munkára, amit akár Duna melléken és az Kárpát-medencei Magyar Reformátusság össze
tesz ma fizikailag és imádságban is az itt élőkért és az innen elindultakért. Köszönjük szépen! Én is ezt az áldást és erőt kívánom mindannyiuknak. Isten áldja magukat!